egyszerűbben utazhatnak. Komoly áttörésnek nevezte a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei közgyűlés elnöke az ukránoknak ígért vízummentességet. Hajnali fagyok. Több helyen akár 100%-os fagykár is érhette a gyümölcsös kerteket a megyében. A hideg, a cseresznye, a medgy, valamint a földieper ültetvényeken okozott jelentős pusztítást. 300 milliós beruházás. A Nyírbogáton épülő tornacsarnokot az iskola diákjai mellett a térség sportolói is használhatják majd. Nagyon komoly áttörésnek nevezte Sesták Oszkár, a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei közgyűlés elnöke, az ukránoknak ígért vízummentességet. A Kölcsei Televízió híradóját látják. Köszöntöm Önöket! A politikus éppen Brüsszelben tárgyal menekültügyi kérdésekről. Ungváron is örülnek annak, hogy talán egy éven belül már könnyebben jöhetnek át a határon családtagjaikhoz. A nyíregyházi ukrán konzul nem vár nagy változást a könnyítéstől. Szerdán jelentette be Dimitris Avramopoulos, az Európai Bizottság migrációval és belpolitikával foglalkozó tagja, hogy kezdeményezik az ukránok vízumkötelezettségének eltörlését. Eleget teszünk kötelezettségvállalásunknak, hogy vízummentes utazást ajánljunk fel azoknak az ukrán állampolgároknak, akik biometrikus útlevéllel rendelkeznek, ahogy ezt már decemberben bejelentettük, fogalmazott az uniós biztos. Sesták Oszkár, a megyei közgyűlés elnöke, jelenleg éppen Brüsszelben van. A Régiók Bizottságának egyik szakbizottságában beszélt arról, hogy milyen helyzetbe kerülnek azok az országok, ahonnan a menekültek elindultak, és arról, hogy talán túlzott reményeket táplálnak Európában a migránsokkal kapcsolatban. A közgyűlés elnöke nagy áttörésnek nevezte, hogy az Európai Bizottság javaslatot tett az ukrán vízummentesség bevezetésére. Ez nagyon komoly eredmény és nagyon komoly áttörés. A magyar politika talán, amit tevékenységünk is részben segítette ezt a dolgot, hiszen számtalan alkalommal elmondták magyar politikusok, hogy Ukrajnának előbb kell vízummentességet kapnia, mint Törökországnak. Most Ukrajna végre ilyen szempontból előnybe került, és bízunk benne, hogy hamarosan, akár egy éven belül is, vagy belátható időtávban az ukránok is, ukrán polgárok is benne a kárpátaljai magyar vízummentességet élvezhetnek. Nem számít a könnyítés miatt nagy rohamra Gupalo Árkegyi, Ukrajna nyíregyházi konzulja. A diplomata azt mondta, azoknak lesz egyszerűbb a határátlépés, akik eddig is sokat jártak uniós országokba. Csak azok mennek, akik már voltak itt, és akinek a rokonai családi kapcsolatok vannak, vagy baráti kapcsolatok, és nekik könnyűbb lesz, mert nem kell még vízumot szerezni, hanem rögtön tud menni. Mi teljesítettünk azt a feladatot, hogy a biometrikus útlevelet már kiadunk itt is a konzulátuson, ez folyamatosan megy, és a központi logáz irányított. Szóval ellenőrzés és határőrizeti munkák folynak nagyon jó, de nem tapasztalom, hogy nem mondanám, hogy több számban jönnek Európai Unióból ukrán állampolgárok. A kárpátaljai Ungváron élők örülnek annak, hogy akár egy éven belül eltörölhetik a vízumkényszert. Nekünk is jobb lenne sokkal, hogyha nem kéne vízumot igényelni, sokkal jobb lenne nekünk. Biztos, hogy könnyebb lesz utazni az Unióba is. Munkavállalás, megmondom, amit kevés a munka. Először is, mielőtt bevezetik a vízummentességet, európai szintű fizetésekre és nyugdíjakra lenne szükség, hogy tudjunk utazni, mondta ez az ukrán nő. Nagy a tömeg az ungvári konzulátuson, sokan szeretnének vízumot kérni ahhoz, hogy uniós országokba utazzanak. Körülbelül 50 ezer vízumot adunk ki évente, ez azt jelenti, hát vannak, amikor csak 47 ezeret, de volt olyan év is 2013-ban, amikor 52 ezer vízumot adott ki az ungvári külképviselet. Úgyhogy ennek a nagy része tartós, tehát hosszú távú beutazást lehetővé tevő schengeni vízum, körülbelül 60%-a ilyen vízum, a 40% az olyan, ami egyszeri turista vízumot jelent. Azt még nem tudni pontosan, hogy mikortól vezetik be a könnyítést. Az Európai Bizottság viszont kikötötte, hogy a vízum nélküli beutazás nem jelent munkavállalási engedélyt is. Azt a továbbiakban is szigorú szabályokhoz kötik.
Több helyen akár 100%-os fagykár is érhette a gyümölcsös kerteket Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében. Csütörtök reggelre megyeszerte fagyokat észleltek a gazdák, volt olyan terület, ahol -6 fokot is mértek. Ez leginkább a cseresznye, a medgy, valamint a földieper ültetvényeken okozott jelentős pusztítást. A károk felmérése még folyamatban van. Szájtó szövetekben lévő víz és a gyümölcsben lévő víz az megfagyott. Ványi Gábor éppen azt mutatja, hogy a megfagyott gyümölcs kezdemények már bebarnultak. A szakember elmondta, a cseresznyét kettévágva jól látszik, hogy a belseje is barna vagy fekete. Az ilyen sérült gyümölcs nem fog kifejlődni, vagy rosszul fejlődik, deformált lesz. Ennek következtében hiába növekszik tovább, heteken belül akár már a 20 mm-es nagyságot elérve is lehullhat. 2 méter magasságig szerintem egy olyan 30%-os fagykár írt a cseresznye ültetvényemet. Még nincs tragédia véleményem szerint. Ez úgy fogalmazok, hogy egy erős termésritkításnak megfelel. Ha nem ér újabb hideg, jég, egyéb ilyen probléma, akkor a technológiát betartva egy nagyobb átmérő gyümölcsöt tudunk elérni, vagy gyümölcs méretet tudunk elérni, ami még esetleg pozitív is lehet az értékesítés folyamán. Ványi Gábor gyümölcsös kertje nem szenvedett végzetes fagyást, azonban a megyében nem minden gazda volt ilyen szerencsés. 21-én hajnalban -4 és -6,5 fokot mértek a megyének azon az úgynevezett vízválasztó részén, ez Nyirodony környéke, Balkány, Nyírlugos, Nyírmihályi, Nyírbátor környéke, mértek ez a 6 fok közeli hőmérsékleteket, de a megyének a többi részén is 3-4 fokokat mértek. A 3-4 fokok azok jelenthetnek még egy csekélyebb kárt is, mert a természetes hullás előtt vagyunk még, és regenerálódhatnak ezek a gyümölcsök, és lehet, hogy akkor kevesebbet fog majd a természetes hulláskor magáról lehullajtani. Rácz Imre elmondta, az eddigi bejelentések alapján a térségben a cseresznye, a medgy és a szamóca sok helyen 100%-os fagyáskárt szenvedett. Arra hívta fel a gazdák figyelmét, hogy érdemes már most felmérni a károkat, és 15 napon belül jelenteni a falu gazdásznak, hogy az esetleges fagykártámogatásból ne csúszanak ki az érintettek. 300 millió forintból iskolai tornacsarnok épül Nyírbogáton. A beruházás alapkövét csütörtök délután tették le. 2 külön választható tornaterem, öltözők, kiszolgáló és szociális helyiségek is épülnek a beruházás keretében. Egy kormányzati döntés értelmében a fejlesztéshez nincs szüksége önerőre a település önkormányzatának. Így néz ki most a Nyírbogáti Általános Iskola tornaterme. A 9x18 méteres aulából leválasztott területet, ahogy az órarend is mutatja, minden nap szinte egész nap használják. A testnevelés órákra az iskola diákjai még ezekben az öltözőkben készülnek fel. A folyamatban lévő beruházás projekt tábláján viszont már egy modern sportkomplexum terve látható. A tornaterem mérete az 25x30 méteres tornaterem, a kiszolgáló helyiségek pluszban hozzá tartoznak, tehát öltözők, orvosi szoba, különböző infrastruktúrális háttérrel rendelkező tornaterem lesz. A rendezvényen Simon Miklós országgyűlési képviselő arról beszélt, hogy a település mellett a térség számára is új lehetőségeket hozhat a beruházás. Az, hogy a gyerekek minden nap tornáznak, annak ugye van eszközigénye és infrastruktúra igénye. A kormány 2014-ben döntött egy olyan köznevelési infrastruktúra fejlesztő programról, aminek ez a Nyírbogáti tornaterem is részét képezi. Sajnálatos módon a most meglévő az egy osztály befogadó képességű, vagy még az sem, tehát igencsak szűkös, és én nagyon remélem, hogy ez a tornaterem majd lehetőséget ad egyrészt ugye 2 osztálynak a foglalkozásra, másrészt pedig szeretnénk, hogyha az amatőr sportok is teret kaphatnának, és ilyen tekintetben van térségi jelentőség ennek a tornateremnek.
A Nemzeti Köznevelési Infrastruktúra Fejlesztési Program első ütemére 38 milliárd forintot fordít a magyar kormány, ebből mintegy 78 projekt valósul meg, így országszerte 24 tanterem, 25 tornaterem, 24 úszoda és 5 komplex iskola épül. Ezek közül 6 beruházás érinti Szabolcs-Szatmár-Bereg megyét. Szabolcs-Szatmár-Bereg megye esetében összesen 6 projekt megvalósítására kerül sor az első ütemben, 4 darab 5 tanúszodát építünk, 1 tornatermet, illetve 1 tantermet, tornatermet építünk Nyírbogád esetében, tanúszodát Fehérgyarmat, Csenger, Kemecse és Bagdolórendháza, és tantermet pedig Aranyosapáti esetében. Boros Anita hozzátette, a Nemzeti Köznevelési Infrastruktúra Fejlesztési Program első ütemének beruházásai várhatóan a 2016-2017-es tanév alatt befejeződnek, és a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium hamarosan a kormány elé terjeszti a program következő második ütemét. Kirándultak, túráztak, növénytani vizsgálatokkal foglalkoztak a Harangodi Erdei Iskolában a nyíregyházi Eötvös József Gyakorló Általános Iskola diákjai. Az erdők élővilágával ismerkedtek a gyerekek. Az egyhetes erdei iskolai program zárónapján, április 22-én a Föld napjára emlékeztek a diákok. Ez egy sárga szegélyű csíkbogár, és itt fogtuk a tónál a vízbe. Jó, mit kell tudni erről a bogárról? Hogy egy vízi bogár, és ragadozó, és nagyon falánk. Egy hetet töltöttek a Harangodi Erdei Iskolában a nyíregyházi Eötvös József Általános Iskola tanulói, sokat játszottak, kirándultak, és közben tanultak is a terepgyakorlatokon. Ilyen bogarakat tanulmányoztunk, meg a fáknak a neveit, meg hogy a levelekről hogyan tudjuk megállapítani, hogy milyen fa. Az egyhetes turnusok az erdő élővilágával ismertetik meg a gyerekeket. A programok a szabadban töltött idő közelebb hozza őket a természethez. A természetben lévő természetes körfolyamatoknak a érzékeltetésére törekszek, hogy az embernek is helye van ugye a természetben, tehát mi nem különálló lények vagyunk, hanem mi is a természet részei vagyunk, és meg kell tanulnunk emberként is a természet részeként működni. Hát be kell nekünk is illeszkedni, tehát mi nem uralkodni akarunk itt, és nem uralni a természetet, hanem együtt működni szeretnénk. A túrák, a kirándulások környezettudatosságra nevelik a gyerekeket, akik egyébként tisztában vannak azzal, hogy a föld állapotát veszélyeztetik a szennyező anyagok, a széndioxid kibocsátás, a sok hulladék és a túlfogyasztás is. A szemléletváltás lassan, de érzékelhető. Kisparcellás szántók, gyümölcsösök, rétek és legelők a tanyákon. A nyíregyháza környéki bokortanyákon az ember és a természet harmóniája fenntartható. A bokortanyákon nagyon sok védett élőlény előfordul, igen, gazdag madárvilága van például, ami kifejezetten ehhez a félkultúrtájhoz kötődik. Például fokozottan védett bagolyfajunk, a kuvik, az rendszerint ilyen tanyákon, gazdasági épületeken belül költ, és hát hasznot is hajt, hiszen rengeteg pockot, egeret elkap. A hagyományos tanyás életmód már önmagában is a természetes környezet védelmét jelenti. Az Emisszió Egyesület több kutatásban foglalkozik a tanyás életmód értékeivel. Az emberek egyre többet vásárolnak helyi termelőktől, ami segíti a tájfenntartást. Kevésnek tartja a 0,9%-os nyugdíjemelést az MSZP. Erről Halmi József beszélt a párt nyíregyházi sajtótájékoztatóján. Varga Mihály nemzetgazdasági miniszter a hét elején jelentette be a közel 1%-os nyugdíjemelést, amivel jövőre számolhatnak majd az érintettek. A szocialista párt azt szeretné, ha a Fidesz a gazdasági növekedés mértékéhez igazítaná a nyugdíjakat, hogy a kis jövedelemmel rendelkező idősek is nagyobb összeget kapjanak, tette hozzá a párt megyei alelnöke. Az a probléma ezzel, hogy a kis nyugdíjnál egy 50 ezer forintos átlag nyugdíjnál mit jelent a 0,9% és mit jelent 500 ezer forintos nyugdíjasnál, és azért emlékeztettem a kedves nézőket, hogy az MSZP idejében volt plafonja a nyugdíjaknak, ők ezt eltörölték. Újabb premierre készül a Móri Zsigmond Színház társulata. A Tudós Nők bemutatójáról hamarosan szólunk, előtte nézzük a híradó további témáit. Győzelme esetén átveheti a vezetést a tabellán a Rakamaz a labdarúgó megyei másodosztály Alukonstrukt csoportjában. A Balkány vasárnapi vendégjátéka akár a bajnoki cím és a feljutás sorsát is eldöntheti, mivel a két csapat magasan kiemelkedik a mezőnyből. Két együttes is képviselte a nyíregyházi Éviszt Kecskeméten az amatőr kosárlabda diákolimpia országos döntőjében.
A Buckó Ádám által felkészített fiúcsapat az 5. helyen végzett, a lányok pedig Lakatos István irányításával a 7. helyet szerezték meg. Újabb premierre készül a Móri Zsigmond Színház társulata. Szombaton Molière Tudós Nők című vígjátékát láthatja majd a közönség a nagy színpadon, Hargitai Iván rendezésében. A zenés produkció a klasszikus komédiát a slam poetry modern műfajával ötvözi, így varázsolja maivá a történetet. Molière vígjátékát a kortárs irodalom meghatározó alakja, Per Krisztián és Naszladi Éva 10 évvel ezelőtt dolgozta át úgy, hogy a 21. századi nézőköz is közel kerüljön a klasszikus történet. A téma szinte változatlan. A nők szerepe az életben, mennyire lehetnek függetlenek, és az a kérdés is felvetődik, mit pótolhat a karrier a nők életében. Az előadásban számos dal hangzik el, és a mozgás, a tánc is nagy szerepet kap, ahogyan ez Molière korában is volt. A darab rendezője szerint ez nem moderneskedő gesztus, hanem a 18. századi francia szerző egyik fontos jellemzője, a mű újrafordítása pedig magától értetődővé teszi az előadásban az új táncokat, a mai zenéket. Miközben ezek a történetek azért klasszikusak, mert jók, ezeket nyilván nagyon sokfajta módon kell úgy gyúrni, hogy nem tönkretenni, de nyilván adaptálni a mai környezetre. És éppen ezért, hogyha azt várja el valaki, hogy egy az egybe azt szólaljon meg, mint Molière idejében, akkor valami nagyon hamis képet kapnánk arról, hogy mit akart a szerző, hiszen Molière egy kortárs problémáról akart egy kortárs művet írni. Mi, ha ezt így egy az egybe átvesszük, akkor nagyon-nagyon nagy bűnt követünk el a szerző ellen. Az egyik női főszerepet, Henit, Nyomtató Enikő alakítja az előadásban, aki egyetemistaként játszott már Molière darabban. Ez a produkció azonban nagyban különbözik a francia klasszikus szerző ismert komédiáitól. Én úgy gondolom, hogy nagyon-nagyon jó választás volt ebben a kontextusban, átírásban a Molière Tudós Nők, mint választási lehetőség. Fontos megmutatni az embereknek mindkét oldalt mindig szerintem, hogy eldönthessük azt, hogy melyiket válasszuk, vagy egyáltalán lássuk azt, hogy van választási lehetőségünk, és ez az előadás szerintem arról fog szólni, a választási lehetőségről. Nyomtató Enikő mellett a tudós nőket Horváth Réka, Széles Zita és Kuti Patrícia játsszák, a férfi főszerepeket pedig Horváth László Attila, Fellinger Domonkos és Lakatos Máté alakítja. Győzelme esetén átveheti a vezetést a tabellán a Rakamaz a labdarúgó megyei másodosztály Alukonstrukt csoportjában. A Balkány vasárnapi vendégjátéka akár a bajnoki cím és a feljutás sorsát is eldöntheti, mivel a két csapat magasan kiemelkedik a mezőnyből. 23 fordulót követően a 67 pontos Balkány áll a csoport élén, megelőzve a 66 pontos Rakamazt, amely egyetlen vereségét ősszel éppen Balkányban szenvedte el. Tekintve, hogy a harmadik kótai hátránya 13 pont a másodikhoz képest, egyértelmű, hogy a két éllovas között dől el a bajnoki cím sorsa. A rakamaziak eddig 23 meccsükön 128 gólt szereztek, ezzel magasan a legeredményesebbek a mezőnyben. Kérdés, hogy vasárnap mire lesznek képesek a legjobb védelemmel rendelkezők, mindössze 8 kapott gólt magáénak tudó Balkánnyal szemben. A rakamazi edző szerint a rutin és a fiatalság csatája is lesz a rangadó. A Balkányban olyan játékosok játszanak, akik már sok ilyen csatát megéltek a pályafutásuk során, tapasztaltak, idősebbek, és tudják, hogy az ilyen mérkőzésre egyáltalán, hogy kell fölkészülni, játék közben miket kell csinálni, hogy kell egyáltalán hozzáállni, míg az én csapatomban rengeteg fiatal ember van, nálunk 28 éves a legidősebb játékos, és hát nagyon sokan még nem voltak ilyen siker kapujába, de én azt szoktam nekik mondani, hogy sok ember úgy fejezi be a pályafutását, hogy egyetlen egyszer nem volt bajnok. Ha most itt a lehetőség, hogy bebizonyítsuk, hogy egyáltalán sikerélményhez jussanak a srácok. A rakamazi csapatkapitány bízik abban, hogy a meccsen a fiatalos lendület diadalmaskodik majd a rutinnal szemben. Szerintem nagyban fogja befolyásolni a mérkőzés végkimenetelét az, hogy fiatalabbak vagyunk, nagy pályán játszunk, aztán ennek tükrében jobban bírjuk, szerintem többet fogunk tudni futni, és remélem, hogy lendületesebbek leszünk, és ez meghozza gyümölcsét, és megnyerjük a mérkőzést.
A rakamasz balkány mérkőzés vasárnap 16 órakor kezdődik, csak úgy, mint a csoport többi összecsapása. A párosítása következő Nyírvasvári Nyírpazony, Nyíribrony Kálósemjén, Újfehértó Gáva Vencsellő, Levelek GFS-e Oros, Napkor Apagy, Kótaj Terem és Nagykáló Encsencs. Két együttes képviselte a nyíregyházi Évészt Kecskeméten az amatőr kosárlabda diákolimpia országos döntőjében. A Buckó Ádám által felkészített fiúcsapat az 5. helyen végzett, a lányok pedig Lakatos István irányításával a 7. helyet szerezték meg. Az Évízben komoly hagyományai vannak a kosárlabdának, jó néhány élvonalbeli és válogatott játékos is kikerült az intézmény falai közül. Az elmúlt évtizedben rendre a Diákolimpia amatőr sorozatában indult az iskola fiúcsapata, amelyhez néhány éve a lányok is csatlakoztak. Az idei évben megyei bajnokként mindkét gárda ott volt a Kecskeméten megrendezett 16-os döntőben, ahonnan a fiúk 5-ként, a lányok pedig a 7. helyet megszerezve tértek haza. Nagyon kevés az olyan játékosunk, aki bizonyos előképzettséggel érkezik ide. Ez a amatőr státusz, ez pontosan arra való, hogy azok a diákok, akik a tanulást előnyben részesítik, egyértelműen előben kell, hogy részesítsék, de szeretnének kosárlabdázni, vagy bármilyen sportágban, ugye más területeken is működik ez az amatőr státusz, azok kezdenek el nálunk kosárlabdázni, az alapokra mi tanítjuk meg őket, és itt heti 2, maximum 3 edzésre, ahogy van idejük, lejönnek, és akkor így egy olyan szintre hozzuk föl őket, hogy országos döntőbe tudunk velük jutni. A Bockó Ádám által irányított fiúcsapat rangidős játékosa elégedett a több mint 100 együttes felvonultató mezőnyben elért 5. helyezéssel. Amióta itt vagyok, ez a legnagyobb sikerünk, úgymondva. 5. helyezést el tudok érni, ez nagy szó, úgy gondolom. 16 csapatból összesítve 102 csapatból. Hát én elégedett vagyok a csapattal. Hát kisebb szerencsével még bejutottunk volna az 1-4-be is, de most így alakult. A lányok 4. alkalommal jutottak be az országos döntőbe, ahonnan eddigi legjobb helyezésükkel tértek haza a Lakatos István tanítványai. Úgy éreztük, hogy most nagyon összhangban van a csapat, úgyhogy reménykedtük abba, hogy jobb helyezést érünk el, mint tavaly. Tavaly 10-ek voltunk most, így, hogy tudtuk szeptemberbe kezdeni az edzéseket, így a 7. helyzetet el tudtuk érni. Az évvisszes kosarasokra vár még egy diákolimpiai döntő, a B33 nyílt kategóriában a fiúcsapat bejutott a legjobb 8 közé. A finálét május végén rendezik Sopronban. Híradónk végén nézzük a legfontosabb híreinket még egyszer néhány mondatban. Nagyon komoly áttörésnek nevezte Sesták Oszkár a Szabolcs-Szatmár Beregmegyei Közgyűlés elnöke az ukránoknak ígért vízummentességet. A politikus éppen Brüsszelben tárgyal menekültügyi kérdésekről. Ungváron is örülnek annak, hogy talán egy éven belül már könnyebben jöhetnek át a határon családtagjaikhoz. A nyíregyházi ukrán konzul nem vár nagy változást a könnyítéstől. Több helyen akár 100%-os fagykár is érhette a gyümölcsös kerteket Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében. Csütörtök reggelre megyeszerte fagyokat észleltek a gazdák. Volt olyan terület, ahol a -6 fokot is elérte a hőmérséklet. Ez leginkább a cseresznye, a megy, valamint a földieper ültetvényeken okozott jelentős pusztítást. A károk felmérése még folyamatban van. 300 millió forintból iskolai tornacsarnok épül Nyírbogáton. A beruházás alapkövét csütörtök délután tették le. Két külön választható tornaterem, öltözők, kiszolgáló és szociális helyiségek is épülnek a beruházás keretében. Egy kormányzati döntés értelmében a fejlesztéshez nincs szüksége önerőre a település önkormányzatának. A Kölcsei Televízió híradóját látták április 22-én pénteken. Friss hírekkel legközelebb hétfőn este jelentkezünk, addig is híreinket megtekinthetik weboldalunkon. Én munkatársaim nevében is köszönöm szépen a megtisztelő figyelmüket, viszontlátásra! Holnap nagyrészt még folytatódik a meleg idő. Nyugat felől markáns frontrendszer közeledik a Kárpát-medence felé, amelynek előoldalán szombaton egyre nagyobb nedvesség tartalmú, de még meleg levegő érkezik fölénk. Éjjel gyengén felhős idő várható, majd estétől megnövekszik a fátyolfelhőzet, csapadék azonban nem lesz. Az északkeletire forduló szél időnként megerősödik, reggelre általában 5 fokig csökken a hőmérséklet.
Holnap napközben változóan felhős idő várható több-kevesebb napsütéssel, majd késő délutántól erősen megnövekszik a felhőzet, és helyenként már kisebb eső, zápor is előfordulhat. A változó irányú szél néhol megélénkül, délutánra 18 fokig emelkedik a hőmérséklet, meleg fronti hatás van térségünkben. Vasárnap borongós időre van kilátás, sokfelé esővel, több fokkal visszaesik a hőmérséklet. A jövő hét elején kevés helyen valószínű csapadék, a hét közepén azonban ismét hazánk több pontján elered az eső, záporeső. Újból erősödik az éjszakai lehűlés, a maximum hőmérséklet továbbra is elmarad az ilyenkor szokásostól.